Az előző hetekben önök hallhattak arról, hogy megyénk városaiban ellenzéki fórumokra várták az érdeklődőket. Március 21-én este Fehérgyarmati polgármesteri hivatala március 22-én este Máté Szalka fogadta a politikusokat a helyi Esze Tamás gimnázium Kölcsey téri C épületében. Mi a fehérgyarmati rendezvényen jártunk kameránkkal. Keresztény demokrata kezdeményezésre fórumot szerveztek Szabolcs-Szatmár Bereg megye ellenzéki képviselői. A médiák segítségével tájékozódhattak az érdeklődők arról, hogy március 21-én 18 órától a fehérgyarmati polgármesteri hivatal tanácstermében találkozhatnak megyénk ellenzéki képviselőivel. Némi szervezési probléma miatt több tizen voltak kénytelenek pár percet a szabadban várakozni a bebocsájtásra. A KDNP, a Fidesz, az MDF és az FKGP országgyűlési képviselői közül elsőként Mádi László, fideszes politikus szólt a mintegy félszáznyi résztvevőhöz. Értékelte pártja, illetve saját véleményét megfogalmazva a Horn kabinet mintegy három éves gazdaságpolitikáját. Dr. Takács Péter, a Magyar Demokrata Fórum országgyűlési képviselője kulturpolitikai kérdésekkel foglalkozott. Dr. Kávási Sándor, az FKGP megyei elnöke, a párt országgyűlési képviselője, a parlament jegyzője nehezményezte, hogy a város polgármestere nem vett részt a fórumon. Beszédében a vidék helyzetét elemezte. Dr. Szilágyiné Császár Terézia mondandójában főleg szociálpolitikai kérdésekre szorítkozott. Foglalkozott a társadalombiztosítás problémakörével, a népesség csökkenésével. A hallgatóságnak lehetősége volt kérdésfeltevésre. A kisgazda országgyűlési képviselő fontosnak tartotta, hogy a gazdálkodók folytassák a megkezdett demonstrációt. Mint dr. Kávási Sándor megfogalmazta, törvényesnek tartja a megmozdulásokat, s maga is ott lesz a változtatni akarók között. Közel három órán át tartott a fórum, ahol egyértelműen megfogalmazódott, törekedni kell az ellenzéki pártok fokozott együttműködésére. A résztvevő képviselők együttes megjelenéséből, mondandójukból visszaigazolódott, hogy miként korábban, a jövőben is igyekeznek megtalálni legalábbis a megyében a közös hangot. Valami adminisztratív hiba következtében kellett egy fél órát fagyoskodnunk, és voltak, akik nem vártak tovább. De remélem, hogy ettől függetlenül mi nagyon jól fogjuk itt érezni magunkat ma este. Mi valóban másként és másról fogunk beszélgetni, mint amiket általában a tömegkommunikációban vagy pedig a parlamenti közvetítésekben önök tapasztalhatnak. Nagyon örülök neki, hogy ez a négy ellenzéki országgyűlési képviselő most már második este ül egymás mellett ennél az asztalnál. Mindenképpen fémjelez valamit, fémjelzi azt, hogy mindannyian érezzük a felelősségünket az elmúlt három év történései után, érezzük a felelősségünket az elkövetkezendő egy év vagy másfél év tennivalóit illetően, és nem utolsó sorban érezzük a felelősségünket azért, hogy mi fog történni 1998 után ebben az országban, és mire számíthat ez a nemzet. 1994-ben négy év demokratikus parlamenti kormányzását követően az emberek érezve azt a nosztalgiát, ami a 80-as évek stabilitását, a 80-as évek biztonságát jelentette, visszaültették a hatalomba azoknak a régi erőknek a képviselőit, akik bár más személy összetételben, de alacsony munkanélküliséget, kis áremelkedéseket, nagy gazdasági növekedést és kedvező életkörülményeket ígértek. A várakozások nagyok voltak. A várakozásokat három év múltán azt gondoljuk, ma már meg lehet ítélni, nem igazolódtak be ezek a várakozások. Én csak egyetlen egy kérdésről szeretnék röviden beszélni, ez pedig a gazdademonstrációk kérdése. Ezen belül az első kérdés az, hogy a gazdademonstrációk kinek a kárára, vagy rovására, vagy javára irandók. Mert a parlamentben is arról van szó, hogy ezért az egész ügyért a kormány a kisgazdapárt nyakába akarja varni a felelősséget. Holott kijelenthetem önöknek tiszta lelkiismerettel, a demonstrációk megszervezésében a kisgazdapártnak semmi szerepe nem volt.
Ez nem azt jelenti, kérem, hogy egyes kisgazdatagok, vagy kisgazdatagok tömegesen nem mentek el demonstrálni, dehogy nem. Természetesen elmentek, de nem a párt utasítása, és nem a párt felkérése alapján. Ez roppant nagy különbség, kérem. Az is természetes, hogy amikor a demonstrációk megindultak, mi ott voltunk az első pillanattól. Magyarországon a jövedelmi szakadékok olyan mértékűvé váltak, bizonyos régiók szerint tagozódva, amelyek bizonyos térség lakóinak lehetetlenné teszik, hogy gyermekeik és önmaguk jövőjét megkovácsolják. Csak egy-két példát erről. Budapest Észak-Dunántúl egy munkavállalóra eső éves jövedelme 1 millió 70 ezer, 1 millió 60 ezer forint körül van. Az országos átlag 530-520 ezer forint között ingadozik. Borsodban, Szabolcs-Szatmár-Berekben 290-307 ezer forint között ingadozik egy évre eső jövedelem, ebből le kell adózni. Ehhez hozzákapcsolta ez a kormány a felsőoktatás tandíj kötelezettségét, amelyikhez nem dolgozott ki egy olyan szisztematikus hitelrendszer, amelyik a nyugat-európai országok szinte mindenikében jól működik, ahol felsőoktatásban tandíj van. Azért engedjék meg, hogy én is azzal kezdjem, csak szavakban szeretném szembesíteni az ígéreteket a valósággal. Ez a kormány azt ígérte nekünk 1994-ben, hogy a stabilitást hozza el nekünk, a kiszámíthatóságot és a szakértelmet. Hát én úgy gondolom, hogy szavakban válaszolhatunk rá. Társadalmi stabilitást ígért nekünk a kormány, miközben hallottuk, az egész országot át meg átlengi a sztrájk hangulat. Sztrájkolnak a mezőgazdasági kistermelők, majdnem sztrájkolnak az egészségügyi dolgozók, a 3 éve folyamatosan beígért és nekik járó, tisztességes munkájuk után járó fizetés emelésért, sztrájkok készül a felsőoktatás, és azt gondolom, hogy sorolhatnám tovább,